Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó György, a Mazsök elnöke, egy büszke magyar-izraeli zsidó. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ön most egy hatalmas projektben van benne, mint a Mazsök a Magyar Állammal együtt. Temetők rendbehozataláról van szó. És egy komoly problémám van, az elmúlt időben akaratlanul kénytelen voltam egy kicsit temetőbe járni, és hát, hogy is mondjam, hogy ne legyek bántó, eléggé nem vidéki temetőről beszélek, hanem a fővárosban található zsidó temetőről, hát az állapotok azok olyan eléggé furcsák. Ezek minek köszönhetők vajon? Tehát nyilván, hogyha a temetőkről beszélünk, egy nagyon érdekes problémakörről folyik a diskurzus, hiszen mindenki tudja, vagy úgy gondolom, hogy legalábbis nagyon sokan tudják, hogy ugye az egyik legfontosabb dolog ugye egy zsidó közösség életében ugye az a temető, hiszen minden esetben, amikor zsidók érkeztek egy új helyre, akkor ugye az első dolog a temetőnek a létrehozása, hiszen a halottaknak a tiszteletéről és tisztességéről és a lelkek nyugalmáról ugye az elsődleges dolog, hogy gondoskodjunk. És ugye Magyarországon is ez a helyzet, jelen pillanatban ugye kb. 1400 általunk ismert elhagyott zsidó temető van az országban, és úgy tűnik, hogy egyre újabbakat és újabbakat lelünk föl az ország területén. Való igaz, hogy a temetők jó része nem megfelelő állapotban van, ugyanakkor a temetőknek a jelentős része gondozva van, ápolva van, köszönvén a többségében a helyi önkormányzatoknak. Hiszen azt el lehet mondani, hogy ugye a kb. 1400 temetőből ugye kb. 400 jelen pillanatban ugye a Mazsíz közvetlen tulajdonában van, kb. 1000, a maradék 1000 nagyjából ugye az önkormányzati tulajdonokat képezi, és természetesen mindig a fenntartónak kell, vagy a tulajdonosnak kell gondoskodnia ugye a temető állapotának a megőrzéséről. Ugye azonban sok esetben ugye ezek a temetők, különös tekintettel Kelet-Magyarországon, ugye az adott településtől viszonylag messze, egy másfél kilométerre találhatóak ugye kint a mezőkön vagy a szőlők között, és igen, az állapotuk nem megfelelő. Hogyha nem megfelelő állapotról beszélünk, ugye itt beszélünk a kerítésről, beszélünk ugye a eldőlt sírkövekről, beszélünk ugye a növekedő gazról. Ugye a nagy működő, illetve nem működő temetők tekintetében, amiről Budapesten is van számos, illetve nagyvárosainkban is van számos, ugye ezek többségében hatalmas területeken elterülő temetők, akár a Kozma utcáról, akár a Sargántyáni útról, akár a Kozma utca, vagy akár a Gránatos utcairól beszélünk. Ugye ezeknek a folyamatos és állandó karbantartása, állapotuknak a megőrzése egyrészt hatalmas emberi erőforrás, másrészt meglehetősen sok pénzt igényel. És ugye a küzdelem mindennapos azért, hogy ezek a nagy temetőknek az állapota javuljon, és szinten tartva tudjon lenni. Én már elnézést kérek, de külön megkértem barátaimat, hogy menjenek be egy-két keresztény temetőbe, és készítsenek nekem fényképeket róla. Ezekben a temetőkben nem láttunk térdigérő vadkendert és félredőlt sírokat, meg összetört sírokat. Tehát több dolgot nem szabad elfelejteni. Okay? Tehát egyrészt a keresztény temetők tekintetében, hála Istennek, ugye élő közösségekről beszélünk, élő hozzátartozókról,
mindez a zsidó temetők túlnyomó többségében az ismert történelmi okok miatt nem elmondható. A többségben családok nem maradtak meg, vagy külföldön találhatóak a családoknak a leszármazottai, és ugye egy másik nagyon nagy különbség, hogy ugye a zsidó temető örök. Ott nincs kihantolás, nincs határozott időre megváltott sírhely, mint ugye a keresztény temetőknél. Ennek következtében ugye az ápolás is jóval nehezebb, hiszen akkor, hogyha a sírban nyugvó halottnak ugye van élő hozzátartozója, alapvetően a hozzátartozó gondoskodik ugye a sírnak a karbantartásáról, a sír környezetének a fenntartásáról, ha élő közösség van, gondoskodnak a temetőnek a fenntartásáról. Itt ugye van egy hatalmas temető tömeg, amelynek a 90%-nál nincsen olyan érintett, aki közvetlenül tudna gondoskodni az adott temetőnek a megújításáról. Értem. Most a kormány akkor úgy döntött, hogy második etapba a jelenlegi gazdasági helyzetben is gondoskodik ezekről a temetőkről egy pályázat keretében. A pályázatra megérkeztek-e a jelentkezők, a pályázók, és mikor lesz ez kivitelezve? Igen, a pályázati időszak lezárult. Egy héttel, másfél héttel vagyunk az zárás után. 106 pályázat érkezett be, közöttük egészen kitűnő pályázatok, hiszen azt tudni kell, hogy a vidéki temetők között életkoruknál, tehát koruknál fogva, ugye van több műemléki temető is, ugye az előző etapban is hajtottunk végre műemléki temetőknek a felújítását, feltehetően ebben az etapban is fogunk. Mit jelent az, hogy műemléki temető jelen esetben? Teljesen védett a környezet, akár a sírok, akár a kerítés, akár a környezet miatt, mint például Nagyvázsonyban és más Tokajban, ugye, ahol egy egészen páratlan zsidó temetőben, ahol egy szigeten található gyakorlatilag a temető. Tehát számos olyan temetőről beszélünk, ami nem hogy történelmi emlék, hanem olyan terület, ami egészen páratlan a természet közepén, bántatlan környezetben, stb. Ugye történelmi szegényességekről beszélünk. Ezek hiszen általában zarándok helyé is válnak, zsidó zarándok helyé? Többségében nem, kisebbségében igen. Tehát ugye vannak olyan temetők, ugye ismert Olaszliszka, Bodrogkeresztúr, Nagykáló, Sátoraljaújhely. Így nagy rabbik sírjait látogatják? Ahol nagy híres magyar rabbik, csodarabbik sírjai találhatóak meg, ahova jelentős vallási turizmus is irányul. Segítsünk nézőinknek, akik nem zsidók. Mi történik ezeken az zarándok helyeken egy-egy ilyen csodarabbi sírjánál? Ugye az odaérkező zarándokok, hiszen ez a turizmusnak egy speciális ága, ugye a zarándok turizmus, ugye többen ezt ismerik, ugye a keresztény zarándok turizmusnak, ugye a zsidó zarándok turizmus. Vagy a mekkai. Igen, vagy a turizmus. Igen. Igen. Ezer különbséget téve. A zsidó zarándok turizmust ugye többnyire nagy rabbik, magyar szóval írva, élve ugye csodarabbik sírjának a látogatását jelent. Ilyenkor ugye a odaérkező közönség megérkezik, imádkozik, kívánságcédulákat elhelyez ugye a sírnál, és gyakorlatilag ezt követően indul a következő állomásra. Sok esetben, hogyha már ideérnek mondjuk Amerikából ideér a közönség, akkor 3-4 napon keresztül egy Magyarország, Ukrajna, Lengyelország, majd ismét Magyarország körrel gyakorlatilag a kelet-európai legjelentősebb rabbik sírjait ugye végiglátogatják. Mit látogatnak Ománba? Ománban ugye a breszlevi irányzat, egy ortodox vallási irányzatról beszélünk, ugye a breszlevi irányzatnak a alapító rabbiának a sírja van, amire lehet azt mondani, hogy a kelet-európa legnagyobb zarándok helye, hiszen minden
új évkor ugye több tízezer követője érkeznek meg Umanba, ugye Ukrajnába. Az idei évben is ugye az ukrán kormány azt hiszem 5000 zarándok érkezését engedélyezte a sírhoz, ami ugye jóval alacsonyabb, mint ugye a több tízezes létszám, ami korábban érkezik. Igen. Na most, vannak-e Magyarországon is breszlavi követők? Egy-kettő talán. Tehát én egy breszlavi, kettő breszlavi követő. Én találtam egy Facebook mozgalmat is. Fiatalemberről ismerek, ugye ez az irányzat nagyon populáris és népszerű, ugye főleg Izraelben, hiszen főleg a fiatalok körében, ugye hiszen Rabbi Nachman ugye a természetben való örökké valóval egyesülést hirdette, másrészt ugye a folyamatos örömet és a folyamatos táncot és éneklést, ami természetesen ugye vonzza a breszlavi irányzathoz a fiatal. De hasonló motivumokat tulajdonképpen a Lubovicsiaknál is megtalálunk, a jókedvet, a táncot, a másságot. Általában nem csak a Lubovicsnál, vagy nem csak Breszlevnél, hanem ugye minden haszid mozgalomnál, hiszen az egyik ismertetőjelő ugye a haszid mozgalmaknak az volt, ugye amikor a szakadás volt ugye az ortodoxián belül, hogy ugye a zsidóságot örömmel és boldogsággal kell megélni az azt megelőzőkhez képest. Tehát ugye ez igazából ugye a haszid mozgalmak és nem egy-egy irányzatnak. Ezt miért nem lehet a neológoknál is bevezetni? Nem az én tisztem ötleteket adni és elgondolni, hogy melyik irányzatnál mit kéne bevezetni. Hagyjuk ezt a döntéshozókra, ezt a... De hogyha ha ez jó. Tehát tulajdonképpen egy Lubovicsi is, meg egy Breszlevi is, meg egy haszid ugyanazt imádkozza, majdnem ugyanabból az imakönyvből, csak vidámabban és közvetlenebb kapcsolatban, nem? Igen, de ugye... Mindezeket naívul kérdezem, hisz elnézést kérek, én ezzel tisztában vagyok, de a nézők nincsenek tisztában. Igen, tehát az, hogy mely irányzat, mely ideológia mellett folytatja a vallás gyakorlatát, ez ugye ez a irányzatnak a jellemzője. Hisz abban megállapodtunk, hogy minden zsidó Isten hívő, tehát... Ez így van, tehát ezt többször elmondtuk, ugye nincsen nem vallásos zsidó, hiába tartja magát az ember annak, mégsem. Ilyen lehetőség nincs. Nyilván ugye az örökkévaló létezésének az egyik alapköve és mondata az, hogy hiába az ember más földrajzi területről érkezett, hiába más a nyelve, hiába akár több száz évig vagy ezer évig el volt zárva egyik közösség a másik közösségtől, csodának csodájára, amikor a nyilvánosság elé tárul ugye ez a közösség, jelesül mondjuk a jemeni közösség, mégiscsak azt találjuk, hogy ugyanaz a Tóra, ugyanaz a liturgia szinte, ugyanazok a szokások, ami ugye egészen páratlanul bizonyítja egyszerű módon ugye az örökkévalónak a létezését. Ennél szebb végszót nem is találhattunk volna, a pontos idő 9 óra, tehát következik egy zsidó szemmel, egy zsidó szemüvegen keresztül egy mindentől független híradó. Nézzék azt! Annyi időnk maradt, hogy megköszönjem önnek a részvételét, és Shabbat Shalom, hisz holnap ránk köszönt a Shabbos. Addig is készüljünk rá, és most megkészüljünk a híradóra. A híradó után jönnek a csütörtöki műsorok. Ezzel a beszélgetéssel tulajdonképpen a Pirkadat reggeli politikai magazinunk véget ért. Fogadják szeretettel a híradót.